Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm interjú alanyomat így telefonon keresztül Boncsarovszky Pétert, a Fidelitas Győri szervezetének elnökét. Szervusz, kedves Péter, kipihented a fáradalmakat? Gondolok itt arra, hogy hát egy karácsony ugye nem fáradtságos, az egyik legszebb ünnepünk az évben, bár ugye a húsvétot tartja a keresztény hit az első számonak, aztán szilveszter. Így január elején vonnál-e nékem egy ilyen kis, rövid kis, hát hogy is mondjam, milyen is volt ez a 2023. Köszöntelek szeretettel és tisztelettel, boldog új évet kívánva! Szervusz Ákos, boldog új évet kívánok én is neked is és a rádió hallgatóinak. Már így januárban, már 2024-et írunk a naptárban, és már új naptárt kellett elővenni, szerintem mindenkinek, aki meg digitálisat használ, az azt használ. Szigorúan így van. A pihenést illet, igen, szerencsére volt lehetőség, együtt volt a család, beszélgettünk jókat, és ugyanúgy, ahogy a Fidelitasszal is lezártuk tavaly év végén az évet, szerintem neki tudunk lendülni, és azért azt hozzák, biztosan tudja mindenki, azért egy kemény évnek nézünk elébe, munka lesz, választások lesznek, nem csak önkormányzati, hanem Európa parlamenti választások is, és a Magyarország 21-es kvótáját szeretnénk azért minél inkább megtölteni, és szeretnénk, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjei és listájáról kerülnének be Európa parlamenti képviselők. Péter, beszélünk még erről. A 2023-ban is rengeteget dolgoztatok. Te azért tudni kell, hogy ugye napoli tagozatos joghallgató vagy, tehát azért elég kemény összeegyeztetni, úgymond mondjuk a Fidelitas, akár a megyei elnökség, országos elnökség, de hát ugye helyi szervezet vezetése, a kokárdaosztás, számtalan programot szerveztetek ti is. Ez mondjuk jellemző volt rád, amikor a Városi Diákfórum elnöke voltál, akkor sem sokat pihentél. Mi várható 2024-ben? Azon kívül, hogy valóban a június 9 azért az meghatározó, pláne, hogy az ellenzék eléggé acsarkodó kampányt végez, meg hát ugye ilyen még nem volt, valljuk be, hogy egy időben, június 9-én lesz a helyhatósági választás, amikor is önkormányzati képviselőket választunk, polgármestereket, és az Európa Parlament. Nagy részt az első fél évetek erről szól, vagy van azért más is? Hát így kicsikét visszagondolva a 23-as évre, ha megengeded, abból húznám át valahogy így a 2024-et. Ugye a tavalyi évben volt egy kokárdaosztó akciónk így az országos Fidelitasszal együtt, tehát az országban szerte több ponton is voltak ilyen akciók. Mi a Baross úton, a Sétáló utcában osztottunk kokárdákat, egyébként mindenki nagyon örült neki, és mellett ott voltunk országos Fidelitaszos rendezvényen, vagy rendezvényeken, többek között a Fidelitas kongresszusán, Szabad Egyetemen és társai, valamint a Fidesz kongresszusán is ott voltunk, és Dézsi Csaba András polgármester úrral is közösen beszélgettünk ott is, és találkoztunk más pártbéli vezetőkkel. Ami pedig a 24-es évet illeti, kokárdaosztó akcióval szerintem biztosan készülünk, szeretnénk azért növelni még a tagsági bázisunkat. Most is vannak jelentkezők, és őnekik a meghallgatása is azért folyamatos, és vannak, akik csatlakoznak is. Viszont azt mondom, ha valakit érdekel ez a dolog, akkor jelentkezzen nyugodtan. Ami pedig még így a 24-et illeti, ugye valóban nekem így az egyetemmel is össze kell egyeztetni. Szerencsére a vizsgaidőszakon már túl vagyunk, a vizsgák azok megvannak, tehát bízhatunk abban, hogy a további előremenetel a tanulásban az menni fog, és biztosított lesz. És hát ugye azért még a helyi önkormányzati választások és az Európa Parlamenti választások, ahogy mondtad te is, egyben lesz. Igen, valóban egyben lesz. Hát ilyet és ugye ilyen még nem volt, tehát azért is gondolom, mert nyilván ez lehet, hogy jobban zavarja az ellenzéket, mert éppen nem tudok mit csinálni, hogy egymással vannak elfoglalva, hogy ki legyen ott a vezér, de hát mint tudjuk, az igazi vezér az Összödi Böszme, tehát Fletó, de nem politizálunk annyit, mint kellene, úgyhogy inkább visszaadom a szót. Hát nem tudom, hogy őnekik milyen a reakciójuk arról, hogy egy napon van tartva ez a két választás.
Ami biztos az az, hogy ez az állam részéről ez egy nagy költségcsökkentés is lehet, hiszen ugye, ha csak arra gondolunk, hogy ki kell nyitni ezeket a helyiségeket, amiket egyébként biztosítani kell, tehát hogy ez egy, nem csak egy financiális kérdés, hanem logisztikai kérdés is. Tehát a szavazólapokat ki kell szállítani, vissza kell szállítani, az önkormányzati dolgozóknak részt kell venni a munkában, valamint vannak szavazatszámlálók is egyébként. Szinergiákat, amikor hogy összerakják, akkor nem kell kétszer. Tehát két napra apparátus, rezsiköltségek, és a többi, persze. Így van. Úgyhogy lényegében ez szerintem egy jó gondolat. Az, hogy ez meg valakit zavar, hát van ez így. Péter, hogy kérdezem, igen, fejezd be kérlek a mondatot. A választók nyilvánvalóan döntöttek, amikor utoljára kellett húzni, úgyhogy lényegében így a közvetett demokráciára lehetősége volt mindenkinek, és minden választójoggal élő, vagy bíró polgár elmehetett szavazni. Megválasztottak újra egy kétharmados többségű fideszes parlamentet. Ezek után a parlament és a törvényhozásnak lényegében a társadalmi felhatalmazása megvan, ha pedig valaki nem ment el választani, hát akkor nem azt mondom, de volt lehetősége kifejezni az akaratát, ugye. Természetesen figyelembe lehet tenni ezeket is. De... És azért a négyszer egymás utáni kétharmad az valamit mond. Péter, fiatalon tudom, hogy nem a te reszortod, mint Boncsarovszky Péter, illetve mint Fidelitas, de mit szólsz például a kormány gondos óra programjához, ami, ha jól tudom, bőven tart ebben az évben is, ugye én azt az információt kaptam, hogy olyan 1,5 millió szerkezet kerül ki 65 év fölöttiekhez, nyilvánvalóan akik igénylik, mindenféle napi díj nélkül, tehát teljesen ingyenesen, segítve ezzel ugye őket, hogyha bármi probléma van, akkor egy gomb megnyomásával ugye az adott embert, akit megadnak, ugye a diszpécser szolgálatot elérik. Ez egy jó gondolat, mert nyilvánvalóan fontosak ugye azok az emberek, akik pályafutások zenitjén úgymond már túl vannak, de hát ugye ők építették a országot, a különböző nagyvárosainkat is, így például Győrt is. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó gondolat. Tehát, hogy ez a gondoskodás politikai intézkedés, ami ez a gondos óra, ugyanúgy ez egy nagyon jó konstrukció. És miért is egy nagyon jó konstrukció? Azért egy nagyon jó konstrukció szerintem, mert a 65 év felettiek, akik igényelhetik ezeket az eszközt egyébként online a gondosóra.hu-n, vagy akár mi is felkerestünk olyan idősebbeket, akiknek nem csak segítünk így a gondosórával, hanem még beszélgetünk is mellette, és adott esetben mondjuk én is volt olyan, hogy utána néztem egy fának a helyzetének, hogy valóban az jó állapotban van-e. Viszont visszatérve még a gondosórára, ez azért is fontos, mert amikor én beszélgetek emberekkel, meg amikor még telefonon kerestem fel a személyeket, akkor mindig mondták, hát nem tudom, hogy kell-e. Én meg erre mindig azt mondom, hogy ha szükség van rá, akkor inkább legyen, mint hogy ne legyen. Tehát, hogyha tegyük fel, nagy Isten, elesik egy idős otthon benne a lakásban, és mondjuk nincsen ilyen gondos órája, nincsen a birtokában, nincsen közvetlen közelében, nincs a nyakába akasztva, vagy nincsen a csuklóján, akkor ő nem tudja riasztani a diszpécsereket, és nem tud segítséget kérni. Én voltam olyan családnál, vagy idősebbeknél, akik azt mondták, hogy hát minek ez? Hát telefonon fel tudom hívni a 112-t, ha valami. Mondom, igen, de hogyha például elesik, akkor nem lesz önnél a telefonja. Az pedig mindig ott van a csuklón vagy nyakba, vízálló, tehát lehet menni, amikor az ember tusol. Igen, nem mindegy, az tény. Így van, hát csepp, ütésálló, és az a még nagyon jó dolog benne, hogy van benne egy ütés és esésérzékelő is, és ez azt jelenti, hogy lényegében, hogyha mondjuk tényleg ne adj Isten elesik valaki, akkor ez az eszköz, ez érzékel, és automatikusan tárcsázza a diszpécsereket, úgyhogy ez szuper. Péter, amikor dolgoztok, mondjuk standoltok, szabad ég alatt vagytok, nyilvánvalóan, amikor télen csináljátok, akkor ugye az időjárási viszonyok sem annyira jók, hogy mondjuk örülnétek, tehát jobb az ember, hogyha otthon van a meleg szobába, de az ilyen különböző atrocitásokat hogy bírjátok, mert azért vannak, ezek elsőbb hát reméljük így is maradnak, ugye verbálisak, de amikor úgy egy-két ember úgy érzi, hogy a vélemény szólás szabadságát azt obszcén szavakkal próbálja kifejezésre juttatni,
Hozzá vagytok elszokva, te tanítod a csapatodat, mármint akivel jöttök, mentek, mert azért nem egyszerű, főleg így fiatalon, és az ember ugye, hát a stílus maga az ember tartja a mondás, ugye úgy válaszol, nem úgy, ahogy kapja a támadást. Igen, jól mondod, valóban vannak atrocitások, hiszen vagy lehetnek ilyen atrocitások, akár a komment szekciókban, akár élő helyzetben, akár szóban, akár fizikálisan. Fizikálisan tényleg szerencsére még nem volt példa, és azt mondom, hogy ne is legyen, mert én... Nyilván hát ne legyen. Mondom, de... Maradjunk ennyiben, ne legyen. Hogy ne legyen. Igen, maradjunk ennyiben, hogy ne legyen. Hát ami pedig, hogy hogyan viseljük ezeket, én úgy vagyok vele, hogy ez a digitális tér nagyon sok embernek egy, hogyha idézőjelben lehet úgy hívni, egy ilyen dühöngő szoba lett. Uh-huh. Tehát rengeteg feszültséget szed mondjuk össze egy nap, mondjuk tegyük fel rossz a munkakörülménye, dühös, vagy más konfliktusai voltak, és akkor ezt a interneten keresztül vezeti le ezt a feszültségét, és küld el mindenkit mindenhova. Persze vannak olyanok, amik azért keményebbek, de én azt mondom, hogy azért ezeket lehet kezelni. Péter, záró mondatként, fél év van még ugye a kampányig, fiatalok között mozogsz, 19 éves vagy, talán még annyi se, tehát mindenképpen 20 alatt, jogi egyetemi diplomádért küzdesz, tehát rengeteget vagy fiatalok között, illetve a szervezet, amit viszel, és ugye róluk, az ő jövőjükről szól. Milyen az ő hozzáállásuk, mik azok a hívószavak, amikre jobban reagálnak, mert azért fiatalon az ember ugye mással foglalkozik, viszont a nyájhatás, meg azok a dolgok, hogy hát hajlamosak azt csinálni, amit a barátnő, a barát, nyilvánvalóan a család. Ha nem mozgósítja őket, akár ez az oldal, vagy a másik oldal, akkor otthon maradnak, nem érdeklődnek, vagy azért ez változik, pláne a mai social media világban, amikor tulajdonképpen ők szinte mindenről hamarabb informálódnak, mint az idősebbek. 21 éves fiatalemberként ugye jogi egyetemre jársz, ahogy említettük a beszélgetésünk elején, méghozzá ugye a nappali tagozat, és hát ugye rengeteg fiatallal találkozol. Mi motiválja őket? Gondolok itt arra, hogy fiatalon nem mindig mondjuk a politika, különböző politikai kereskedelmi csatornák folyamatos nézése a cél. Jobbra-balra mennek, buliznak, próbálnak egzisztenciát építeni, illetve főiskolai egyetemi diplomát. Mik azok a hívószamak, amiket ti így standard módon eléjük tudtok tenni, és tényleg foglalkoznak vele, pláne, hogy mindenkinek van telefonja, folyamatosan a social media különböző részein csüngenek, ami nem biztos, hogy jó, esetleg a szüleik véleményeire hagyatkoznak, pláne, hogyha első választók, nehéz őket megszólítani? Fú, én azt gondolom, hogy ha így azért sok kérdés volt, hogyha így szisztematikusan végighaladva kell gondolkozni. Egyrészt valóban van ez az egyetem, és szerencsére van lehetőségem fiatalokkal beszélgetni, és kortársaimmal, és akár a politikáról. Tehát már volt olyan, hogy így lényegében sikerült egy olyan beszélgetésbe elegyedni az egyik szaktársammal, aki előtte csőbaloldalinak vallotta magát, most pedig már elgondolta ezt az egészet, mert nem volt tisztában szerintem az alapvető terminológiákkal és kérdéseivel. Onnan kellett indulni, hogy magyar dolgozók pártja, meg magyar kommunista párt, magyar szocialista munkáspárt, MSZP, nem? Vagy ez azért ennyire nem mentél vissza? Annyira nem történelem leckét kellett, hanem inkább azért voltak olyan dolgok, amik a fejében rosszul voltak szerintem, elhelyezés, azokat lényegében újra kellett gondolni, és ő is rájött erre, hogy az, hogy ő egy munkás családból származik, az nem azt jelenti, hogy, tehát, hogy egy mérnök és egy köztisztviselő szülőkből álló család, az nem munkás család. Tehát, hogy hogyha ezt, ennek megnézzük a valós jelentését, a munkás család az azt jelenti, hogy gyári dolgozók és társai. Tehát, hogy voltak ilyen dolgok, és hogy ő emiatt gondolta magát ilyennek, és még voltak ilyenek is, ehhez hasonló ilyenféle programozások a fejébe, ha lehet így fogalmazni. Ami pedig a hívószavakat illeti a fiataloknak, hát ugye a Fidelitas három hívószóval, három rövid gondolattal is
jelen meg, ugye ez az egység, a jövő és az érték. Ugye egyrészt azt mindenki láthatja, hogy egy valóban nagy egység van, egyrészt ez látható a parlamenti patkóban is, és látható abban, hogy nagyon jól működik ez a szervezet is, a Fidelitas a legnagyobb politikai ifjúsági szervezet Magyarországon. A jövő kérdése azért a Fidelitas az sok politikusnak és sok jelenkori nagy politikusnak is, mint például akár Szijjártó Péter, vagy Rogán Antal, vagy akár Ág Péter, mind három, és egyébként mellette még sok olyan személy van, aki a Fidelitasban is... Gyürk András volt az első talán, ugye Európa Parlamentben van azóta is, Zum Beispiel, folytasd kérlek. Így van, akár ő is, és mellette még azért láthatjuk azt, hogy akár Illés Boglárka, a Fidelitas előző országos elnöke, ő most már a parlamentben országgyűlési képviselő, tehát aki tetlegesen szeretne ott lenni a parlamentben, vagy szeretne akár helyi szinten, vagy bárhol dolgozni, akkor a Fidelitason keresztül is van lehetősége, de nem kell nyíltan politizálni, ez egy nagyon jó közösség, és mellette pedig a harmadik szó az érték, igen, valóban értékek, nemzeti értékek, összetartozás melletti értékek, és patrióta, és lokálpatrióta értékek mellett megyünk, és szeretnénk megőrizni mi is Magyarország szuverenitását. A nemzeti konzultációt egyébként többek között már én is kitöltöttem. Ami pedig felmerülhet még kérdésként, hogy mennyire aktívak a fiatalok a politikában. Nagyon érdekes, mert a 2020-as ifjúságkutatás, minden évben vannak ilyen nagymintás, vagy pár évente vannak ilyen nagymintás ifjúságkutatások, és növekszik ez a szám. Lehet, hogy ez a közösségi médián, amit egyébként ugyanúgy említettél, a közösségi médiának köszönhetően növekszik, mert ugye ott van előttük, pörgetik, megnézik a politikusok felszólalásait és társai, de lehet, hogy más miatt. És egyébként én azt látom, hogy a Fidelitason belül nagyon sok alkalmas személy van, aki egyrészt szeretne nyíltan, tehát hogy a politika frontvonalában dolgozni, de vannak olyanok is, akik egyébként háttérből szeretnék segíteni ezt a lehetőséget. Úgyhogy lényegében azt mondhatom, hogy ha valaki szeretne csatlakozni, akkor nem kell, hogy van egy olyan, tehát van egy közösségi része, és van egy olyan, amikor együtt dolgozunk, de nem kell mindenkinek akár kiállni sajtónyilatkozatoktól elkezdve. Tehát mindenki, tehát hogy ebbe közös nevezőre... Mindenki ugye a kvalitása, illetve a érdeklődési köre szerint gondolja ezt. Tehát csak azért gondolom, Péter, mert ugye fiatalkorod ellenére te is tudod, hogy a viszonylag friss pártok, hát ugye a Jobbikot ide veheted, mert egy időben ők is ugye a fiatalokból próbáltak ugye minél többet lehalászni, aztán a Momentum teljesen erről szólt, nagyon rendkívüli módon megálltak, de akár a PM-et, az LMP-t, meg ezeket a piciket ugye nézzük, nem nagyon jött nekik össze, hogy a szavazati bázisuk nagy részét a fiatalokból hozzák össze, ezért mertem kérdezni, hogy nehéz-e őket megszólítani pro és kontra, de ugye erre válaszoltál, úgyhogy jó egészséget kívánok neked, nagyon köszönöm, hogy rendelkezésemre álltál, még egy kicsit náthás is vagy, mert az ember ilyenkor úgy indítja az évelejét, hogy aztán feltöltődik, és akkor ide nekem az oroszlánt is. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál, áldás békesség! Áldás békesség, és én is jó egészséget kívánok neked is, a hallgatóknak is, és hát ha még megengeded, akkor így az interjú végén elmondanám, hogy azért bízom abban, hogy a 2019 és 20-as időszak környékén lévő önkormányzati választásokkor így Győrben megtapasztalt, és már mondhatjuk elfajzott hangulat azért remélem nem fogja ismételni önmagát. Tehát örülnénk, hogyha, és én is örülnék annak, hogyha jogi és normáknak megfelelő keretek között történne majd itt az ellenzék részéről is a mozgolódás. Úgyhogy tényleg jó egészséget kívánok én is neked, Ákos, és mindenki másnak, aki még hallgatta ezt az adást, és szép, további szép napot. Boncsarovszky Péter, a Fidelitas győri elnöke, győri szervezetének elnöke volt a vendégem. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.